Nem gondoltam, hogy ki fogom mondani ezt, hiányoztatok, fiúk. Hello! Jaj, kedveském! És nagyon nektem. Hááá, itt vagytok. Na itt vagyok, Renyus. <laughs> oh. Valamelyik nap ment a tévébe a nincsek kibeszél első része. És abban van egy ilyen, hogy a csaj így valami rosszat álmodik, és azt álmodja, hogy a pasi, az elején valami fickót várt, hogy elváljon, és akkor ilyen 70 évesen sikerült elválnom a feleségemtől! Tudtam, hogy megéri várni rád! Tisztára ez a feeling. <hör> Kimaradt ez Na a két újsága, hét, de, gyerek, de jó volt. volt. ez a néhány hét, jaj. Egyébként képzeld el, hogy Mujónak annyira hiányoztak a rendszeres heti öm, adások, hogy múltkor beugrott JTR-ezni velünk, öm, de természetesen ott is hozta a stúdió formáját, tehát akkor egy ilyen hogy mondják, mi volt, ilyen tenger alatt járó bummot lehetett hallani folyamatosan, ahogy ő beszélt, de mindegy, legalább ott volt, és bevallotta, hogy igen, hiányzik neki a heti elfoglaltság, úgyhogy jó volt kicsit ott is beszélgetnünk. De miért is voltunk? A premier után voltunk, ugye? A... Igen, mikor elmentek Éronék, lezajlott a díszbemutató, és a per. És a per jött utána, és eljöttünk utána pihenni. Most ja. viszont ezerrel toljuk újra, mert a content az nem áll meg is, és megint gyűjthetjük a sónócot végre. Egy iszonyat nagy pucoláson vagyunk túl. <laughs> Kikukáztunk mindent, amiről három hónapig itt görgettünk magunk előtt, úgyhogy frissek, fiatalok és üresek vagyunk. Ja, Mármint, szerint, hogy nem, hát, mert azért szereztünk mondtam, élményeket, igen, igen. hogy úgy nem vagyunk üresek, tehát ilyen, nem ilyen lobotómián át, és emberekkel fogunk beszélgetni, remélem. De de szerintem, Fifika, te legyél az utolsó, és egyben az első, ismert neked egy nagy-nagy blokkod lesz, reményeim szerint. De. Challenge. De. Mert ugye beszélgettünk, hogy milyen volt másnak is, gondolom annyira érdekes lesz, mint nekem mesélted, gondolom múlónak is meséltél. Úgyhogy te legyél az... Nekem nem, én abszolút. Nem, semmit. Ja, ott fölhívtam, fölhívtam, beszámoltattam, ennyi történt. Ja, értem. Akkor neki is újdonság lesz a dolog, én meg majd addig elmehetek vacsorázni, vagy valami. Jó van, Krisztián, kezdjél neki. Minek kezdjek neki, Charlie? Mi történt, mi történt veled, meg. Ja, annyira kiestem a gyakorlatból. <laughs> Sok minden nem történt velem. Interjúzni voltam a múlt héten a változatosság kedvéért, és aztán utána pedig csütörtökön volt az én perem a Nefi ellen, ami megint kapott egy halasztást, és február másodikán folytatódik majd. De például nagyon érdekes volt ez alkalommal, hogy az alperes ügyvédjének és az alperes képviselőjének is sikerült kompletten lekésniük a tárgyalást. Nem lehet, <laughs> hogy, az... hogy annyira szartak rá, vagy a végére beestek, vagy hogy volt? Meg se, abszolút -e? Hát ő... ott a bíró bemondta a kis diktafonjába a dolgokat, a magának a kis jegyzőkönyvét, és akkor mondta, hogy jó, igen, akkor a következő időpontot február másodikára kitűzöm, a tárgyalást berekeztem, majd nyílik az ajtó, és bejön az ügyvéd, és akkor jó napot kívánok, elnézést, egy kicsit késtem, Hát jókor érkezett, a tárgyalásnak igazából már vége van. Aztán megjött később Demien Tibor is. Úgyhogy érdekesen alakul a holmi. Én nagyon remélem egyébként, hogy februárban már pontot tehetünk erre a, a, a dologra, így most ugye van két hónap, amíg lehet megint ilyen 15 napos adokkapokkal válaszolgatni egymásnak a beadványokkal, és ha végre elfogynak a beadványok, akkor a, a, a bíróság ítéletet is hozhat addig a törvényszéki héja köröz a dög fölött. A törvényszéki héja és a cheerleader törvényszéki héja csapat, akik nagyon lelkesen ott vannak és támogatnak minden alkalommal, Ilma és Nagyi. Hát természetesen az epizódra. életkorukból adódóan, hiszen, hiszen ők ráérnek ilyen dolgokkal foglalkozni. Én sajnos például dolgoztam, de valami... valami valami borzasztó mód ráérezhettem szerintem, mert előtte volt egy ilyen három-négy napos etapommeló, meg. Tehát ez az egy nap lett volna, amikor szabad vagyok, de mondom, ah nem most hat pihenjek. Hogy megéreztem, Krisztián? Tehát tényleg megint halasztás. Jó van, az meg. Tehát ez halottnak a csó. Ezért kár lett volna bejönni, 15 perc alatt lezavarta a bíró az egészet. Igen, tehát igen. Igazából nem, nem, nem volt mit csinálni. tehát... Azt azért jegyezzük a... meg, hogy. Mikor mi azt hisszük, hogy nem volt értelme, és utána találkozunk. Az adásban azért adjuk meg a tiszteletet, de egyébként kérte, hogy Istvánozzuk vagy Pistázzuk Szávai képviselő úrral, majd kitérünk rá, hogy mikor és hol találkoztunk. Szóval ő attól függetlenül, hogy nem a parlamenti közvetítés, ő bele belenéz a live-jainkba. Például ezekbe is, és múltkor is mondta, hogy nagyon felajzottak voltunk, élvezetes volt a közvetítés, úgyhogy nézi, nézi ő is, betojás, betojás Hát ez van, a nagyság átka gyerekek. Ja. Ó, igen. Szóval vele mennyi minden történt nagyjából. Hát, Meg az ominózus hétvégi buli. Igen, majd igen. közösen beszélünk akkor a hétvégi buliról. Én annyit mondok, hogy Ja igen, én pedig visszajöttem, mert ö, az én pihenésem az Olato Olaszország volt, ö, szűkebb régiót tekintve Róma, és ö, azt nem is tudom, mondta, hát persze, hát azóta nem beszéltünk, olyan jó a szállodát sikerült ö, kifognom, hogy ö, hát nem nekem, feleségemnek, én csak mindig foglaltam, tehát, hogy ö, a belvárosban legyen, hogy minden ilyen sétálható közelségben van. Hát bazzek, mondom, nem tudom elképzelni ezt a sétálható közelséget, de legyen. És tényleg olyan volt, hogy a mi utcánknak, ha kimentem a, azt majd elmesélem még a teraszra, és elnéztem balra, akkor az utca végén volt a kolosszeum. Ha meg jobbra mentem, szintén mondjuk egy 10 percet gyalog, akkor meg a melyik az, aminek a kupoláján középen a luk van. És ott beesik az eső is. P úgy van. Bazzd meg! P betűvel kezdődik, te szerencsétlen. Hmm. Most meg nem mondom neked mi, azt mondja, hogy térkép.google.hu. Na és az volt a lényeg, hogy megérkeztünk, és, és rögtön azzal fogadott a csaj, hogy egy, egy ingyenes upgrade keretében, mert hogy a szobánk az Időközben elfogyódott, vagy mi a túró, úgyhogy nem-e baj, hogyha a lakosztályt kapom meg esetleg? Ám mondom, természetesen velem lehet. Hogy egész, képzelni? Igen. Hogy, én nem azt fizettem ki, rohadjatok meg, nekem nem kell a szaros lakosztályotok. Úgyhogy, de azt kaptam ö, végül is, úgyhogy ö, ilyen dupla mosdó, hifis ö, fürdőszoba, meg mit tudom, is, akkor a terasz volt, nagyobb volt a terasz, mint a lakásunk, meg nagyon durva volt. Úgyhogy Pantheon, Pantheon, igen, az volt az. Tehát az is ilyen 5-10 percnyi sétára. Lukas a hát az, hát nem Lukas, de... Hát, ez kész vagyok. Pancsó aréna. De hülyék vagytok. Úgyhogy úgy, egy hatalmas élmény volt, hogy Megvárom, még kikacagja magát, Ficsor. C. Ja igen, hát no, igen, én nem erre asszociáltam. Úgyhogy... És beesék az eső, igen. Ami hatalmas dilemma volt nekem, hogy mibe menjek, mert egy a pulóver. megnéztem, hogy milyen idő lesz. Basszátok, meg nem hiszitek el, hogy itthon ö, jöttek a, a vacogós képek, meg hogy nulla fok, meg mínusz, meg három, meg ilyenek, és akkor kint meg... Megérkeztem, pulóver, hát dobjuk le a pulóvert is, mert olyan kurva meleg van. Utolsó nap, mikor eljöttem, 18 fokban szállt föl a repülőgép, leszálltunk Ferihegyen, vagy bocsát Liszt Ferencen, és 3 fok, metsző orkán erejű szél. Átmondom, basszátok meg, ilyen a mesében nincs. Olyan kurva jó volt tényleg, hogy november végén, december elején ö, sétálni Rómában a napfényben, Vatikán, láttátok a fényképet, kurva jó volt, elvittem a Billion Lives-os sityakot, küldtem Erónnak is képet, hogy a Billion Lives meghódítja a Vatikánt is a sorbanállással, úgyhogy jó kis komplex élmény volt, és tényleg minden sétányi közelségbe volt. Jó, hát azt tegyem hozzá, hogy naponta ilyen 16-20 km sétákat tettünk meg, de, 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 hát ennyi történelmet ekkora helyen én, én nem láttam még. Lehet, hogy ez az én szegénységi bizonyítványom, de Fú, kurva szép volt minden. Nagyon, nagyon. Úgyhogy ennyi volt nekünk a, a premier után, és, és aztán hazajöttem a gányba, meg a szaridőbe, meg a ködbe, úgyhogy azóta kicsit le vagyok hangolódva, de már tervezem a jövő évi nyaralást, úgyhogy ez egy kicsit földob. Jó, vagy legalább pihentetek, Charlie, rátok fért. Igen, igen. Az, a... mondjuk, mondjuk már aki pihent. Tehát... Tudod, hogyha, a pihenésnek mered azt hívni, hogy napi 20 kilométert lesétálsz, akkor pihentem, bazd meg. Igen. De a... igen. el nem tudom mondani, hogy az a sok idegesítő bóvliárus Krisztián, hogy odamész bármilyen látványossághoz, és bazd meg, dugják az orrod alá 55-ször ugyanazt a szar, fasztekes, fasztekes, selfie botot. Két dolgot tudtak árulni, szelfibotot, meg, meg ilyen kis ledes kockát, amit ott ilyen 3D-be volt, valami lézerrel belülről ö, kimarva, vagy mit tudom és? és ez világított. Tehát nappal a szelfibot, észak a világító kocka. Me <coughs> meg, meg, a, meg a négerek Abszolút árultak. Fasztek. Igen, meg a négerek árultak minden autentikus ö, jamaikai karkötőt az meg a, a fórum románum előtt mondjuk. á ki volt vele. Biztos nem fasztekes volt. Hát az nem volt, nem, nem. volt, egy, nem volt egy, egy, egy kurva kolosszeum hűtő mágnes. Ezt nem hiszem el csak. Ne, nem, olyan, hát olyanokat a, 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 bocsánat, olyanokat a kínaiak árultak. De nagyon jó volt, hogy, hogy mentem az utcán, és pont a sarkunkon volt egy <kül> egy nagyon hangulatos kis pizzázó, és ott, ott a pizzát nem úgy adták, hogy egy szeletre, hanem, hanem frankon ollóval bazd meg egy ilyen szögletes valamiből kivágták a pizzát, mekkorát kérsz, hát ilyen két tenyérnyit, és akkor akkorát levágott, lemérte, és és adta a kezedbe. És valami, tehát ilyen fillére kér. És kimentem, mert a pénztárcámat szállodába hagytam, mondtam a Nórinak, hogy maradj itt, akkor én visszamegyek, kezemben a rukkolás, paradicsomos, mozzarellás pizzát rágom, és jön szembe két turista, és az akcentusukból ítélve amerikaiak voltak, és így, így rám nézett a gyerek, mint a megváltót látta volna, a glória fejem is és ah, az, az honnan van? Merre mentek? Arra. Az nagyon jó, mondom, itt a sarkon. Megállsz, és ott van a kis trattória. Oda. Ó, hogy mennyire köszöni. Mentem vissza, mátolta az arcába be a pizzát. <laughs> Ugye, nagyon ö, jó volt. Egyébként a közlekedés az meg, az meg én, nem gondoltam volna, hogy... Tehát én úgy gondolom, hogy én szeretek, meg tudok közlekedni, de amit ezek le tudnak művelni, basszátok meg az utakon, és ugye azt mondják, hogy ahogy mentek délebre, ez még rosszabb lesz. Tehát most elgondolkoztam, hogy ugye úgy volt, hogy találkozom Giorgioval Nápolyban, aki csinálta a modomat, aztán végül Róma lett belőle, és majd akkor jövőre megyünk vele találkozni Nápolyba, és akkor ott akartunk egy kört csinálni, hogy mondom Giorgionak, hogy akkor bérelünk autót, Hát igen, de azt vegyen figyelembe, hogy... És most kezdtem megérteni. Tehát ott épp autót nem láttál a városban. És tényleg az működött, hogy, hogy beállsz valahova, de az meg így így, így így ember a lábbal nem állna be a, 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 arra a helyre. És a csávó baz meg betolja. Egy kicsit tudod, így, így hátrébb tolta a másik autót, akkor előrébb a másikat, persze autóval, tehát nem kézzel. Mindenhol lehúzva az autók. Tehát borzasztó, én nem mertem volna ott parkolni. Na de ugyanez Párizsban nem húzzák be a kéziféket, pont ilyen igen, A kifolyólag, hogy tudjanak parkolni a többiek. Az kurva jó volt egyébként, pont a Panteonból jöttünk vissza a szálláshoz, és valami nagykövetség előtt voltak Hát csak az, az volt kír, hogy narancsfa. hát ideig olvastam, hogy narancsfa. Ez Tök jó! És látszott, tudod, hogy meddig érik el az emberek, mert odáig nem volt narancs. Tehát egy méretemből adódóan picit magasabb voltam, mint az átlag. Úgyhogy sikerült lecsavarni egyet, és kívülről a kurva jól nézett ki. Ahogy pucolom, ú, de milyen jó illata van. Adom a felét Nórinak, meg a másik fele nálam. Harapunk bele abban a pillanatban, hogy mind a kettőnek így a, a torkáig összeugrott minden, és azzal a lendülettel köptük ki, mondom, bazd meg, ez éretlen, de, de nem lehet éretlen, mert tök jó színe van, és utána olvastuk el egy, egy, egy ilyen ö, nézz, plaketten ki volt írva, hogy hát ez, ez úgy, úgy narancs, csak hogy ez savanyú narancs. Ó, bazd meg, savanyú. Udáig hát, mintha... senki nem olvas már. Hát igen, tehát mintha citromba haraptál volna. Mondom, legalább a teához vigyünk már egy ilyet, és akkor beletekerjük. Úgyhogy jó volt, jó volt Róma, jó volt Róma, és tényleg négy-öt nap alatt is élvezhető mennyiségű tudást tud magába szipákolni az ember. De hát természetesen a, az, hogy basz meg fönn a, a, Vatikán, milyen Szent Péter Bazilika? Igen. Szent Péter Bazilika, baz meg, és ott Frankó, mint, Pályaudvar. mint hogy a kardoznának baz meg azokkal a selfie a faszom ki volt már velük komolyan. Tehát Selfi volt, selfi volt, selfi volt. Oh, ez, ez, volt tényleg csak a halálom egyébként. Egyébként baromi jó volt. És sorbaállás se volt. Hát, so, hát jó, az a 40 perc alatt bejutottunk mondjuk, tehát nem volt sor. Uszkve olyan 4-500 méteres sor volt csak. Úgyhogy ennyi. Azt mondták egyébként, hogy szerencsések voltunk, mert szokott ez lenni, amikor nem ebédidő van, hanem azt mondták, hogy menjünk nyolcra, hát mondom, anyád, megy nyolcra, bazd meg. Majd mikor fölkelek, azt akkor. És mondták, hogy hát ez szokott két-három óra is lenni. Ja, az easy. Ja, úgyhogy adtunk klaustrofóbiának is, mert akkor esett már csak le, hogy, hogy, hogy azt neked meséltem mújó, hogy fölme, fölmentünk hmm. ugye a kupolába. Hmm. É, és a, az úgy megy, hogy a kupoláig fölmehetsz lifttel, ö, vagy fölmehetsz. Ö, gyalog, és gyakorlatilag akkor még a kupolát is, meg a kupoláig tartó részt is gyalog teszed meg. És a kettő között volt kettő euró különbség. Hát mondom, jó, engem nem. Az a 300 lépcsőfok az nekem megér két eurót ö, lifttel. Úgyhogy fölmentünk, és utána amikor sétálsz-sétálsz, és utána láttam már Nóri, hogy, hogy, hogy kezdi, kezdi magát nem de, de, komfortosan érezni, és így dőlnek befele a falak, és akkor esett le, hogy most a kupola két a külső meg a belső oldalak között sétálunk fölfelé, és akkor hát ugye már tudod, hogy a kupolának a vége az, az egy helyen összeér. És ö, tényleg volt olyan, amikor inkább már a falon döltél, és úgy, úgy sétáltál fölfelé, és akkor ö, be volt szarva Nóri, hogy én ott izét tüdő kapok, de jöttek előttünk is, mögöttünk is, és lehetett hallani, hogy ziháltak ott rendesen az emberek, és valamelyik mondta is nekem, hogy na... És képzeld el azokat a szegényeket, akik két eurót akarnak spórolni a liften? Hát megéri! Mondom, dehogy éri meg, de dehogy éri meg. De, de de belülről látni azt, ahol a. Mi volt a Da Vinci kódnak a második része? Ami ott játszódott? Mm, nem tudom. De szóval csináltam olyan képeket, ahol, ahol. Nem tudtam ezeket a méreteket elképzelni, ami ott volt. Borzasztó. Igen, vagy, igen, igen. Igen. Hát ugye voltunk magában ö, abban a várban, ahol a végén, ö, ugye, elvileg a kazamatákon átsétáltak, azt a részt is lefényképeztem a templomban, ahonnan indult elvileg. Úgy beugrottam volna, csak zárva volt. Ö, nem, nem tudom leírni nektek azokat a méreteket. Kurva nagy. kurva nagy. Na, úgyhogy ennyi volt nekem a, a, a múlt hét. És akkor jön most, fifika! A világjáró fifika! Yeah, yeah, yeah. most már tényleg mondhatom, hogy világjáró vagyok. Én nem sokat mozdultam ki azért itt, itthonról meg így nem jártam külföldre nyaralni, mint egyesek, ugye? És hát mióta ezt az e ipart hajtom, az azóta van, van ez a nyüzsgősebb történet. És hát ugye most jött el az ideje, hogy üzleti utat ejtsünk meg Kínába. Ami nekem az érdekesség volt, hogy én egy magam jöttem, mentem. Tehát Kínába összeverődött a, a hazai társaság, ott együtt mozogtunk, de haza is egyedül jöttem, oda is egy magam mentem és hát aki ismer, azt tudja, hogy az, angolom az valami borzasztó szar, de megnyugtatok mindenkit, mert Kínában senki nem beszél angolul, úgyhogy teljesen jó elboldogultam. Nem volt semmi probléma. Pestről volt egy két és fél órás repülőút Hollandiába. Hollandiába átszálltam a KLM-mel repültem. Egyébként egy tényleg hiper super, jó légitársaság. Egy egy ilyen emeletes boeing még életemben nem repültem ilyen nagy géppel, és Hollandiából mentünk Hongkongba. Na most ez egy ilyen tizen, tehát a két órás, meg a kétórás órás reptér, egy ilyen 16-17 órás challenge. Budapest, Hongkong. Már a repülő, az a 12 órás repülőút, Charlie, te tudod, mert repültél Amerikába, tehát ez a halálom volt, érted? Egy magad senkivel nem tudtál beszélgetni, egy, a... egy magad szörnyű. Bocsánat, hát... hogy közbeszólok, nekem az a, az a leg, legkisebb baj, ha egyedül utazol, akkor egy dologgal lehet kibaszni veled, hogyha ablak mellett ülsz. Az az igazság, hogy én nem ablak mellett ülős figura vagyok, tehát az, hogy bassz meg a felhőket látom, Egyszer-kétszer csinálok timelapset, az le van tudva, de az meg, hogy akkor utána két embernek kell folyamatosan szíveséget kérni, és általában abból, a, van. abból az egyik mindig alszik. És most a Rómából, hogy jöttünk hazafele, kétszer mentem ki bazd meg azért, hogy nem is pisilni, csak akartam venni ö, ennivalót, mert már éhen döglöttem, ö, meg egyszer visszamentem. És fejed fölött a gomb. Ö, igen, csak ö, meg akartam kérdezni a csajt, meg föl akartam állni, mert. NFC-s telefonnal nem lehetett fizetni, csak kártyával. A kártya meg fönn volt a fejem fölött. Tehát ez volt a, a, fő gondom, és már mikor másodjára álltak, az nem volt baj, hogy ő kimegy pisálni, mert ugye a szélén ül, de mikor te föl akarsz állni, hogy ugyanúgy elvégez mondjuk a dolgodat, akkor ez a ah, ah, húzogatja a száját, a faszom. Igen, és akkor ké két embert kell, föl. mondjuk én ö, a középső sorba ültem, tehát egy embert kellett fölállítanom, hogy ö, ki tudjak menni. Hál' Istennek valami öregebb angol nő jött mellettem, úgyhogy elég sűrűn járt Budira. Én meg akárhány szó kiment, én mindig fölálltam sétálni, mert egyszerűen eszibatta a seggem a bazilésbe. Borzasztó. Hát volt. azt egyébként nem győzöm elégszer hangsúlyozni, de itt is ragadjuk meg az alkalmat. Fönt van az ember a levegőben, nekem ebben, tehát hallgassatok rám, expertje vagyok a dolognak, én 12 órákat ülök, 15 éve. A munkahelyen. A repülőgép ugyanez, nem szabad. A keringésed ö, a végtagjaidban lelassul, senkinek nem hiányzik egy mélyvénás trombózis. Kompressziós, yes. kompressziós zokni, fölállni óránként legalább 5 percre, és egy kicsit átmozgatni a végtagokat. Hogyha húzza a száját, a büdös paraszt, hadd húzza a száját, ez van. Meg kell neki mondani, hogy maximum akkor a táskájába húgyozó, hogyha nem enged ki. De, de tényleg, ki kell mozdulni, mert 12 órát azokban az elbaszott lábterű helyeken én nem tudok, nem tudok. Na, és tehát így leküzdöttem ezt a challenge-et, megérkeztem Hongkongba, 20 fok, tehát mondjuk még, még az egy jó idő volt, amikor én indultam itthonról, 20 fok, és, és uh, Hongkong, Hongkongi repülőtér, az úgy néz ki, hogy egy olyan szigeten valami nem volt. Tehát azt így föltöltötték, érted a, a zöblöt ott azon a részen, és öbölt egy repülőt. De figyelj, én, én talán úgy emlékszem, öbölt. hogy még a kifutó pálya Ezek. is egy mesterséges. Igen, ö, igen, igen, Kifutó igen. pálya ép, tehát a hmm. maga kifutó pálya is rá lett építve erre így a vízre. Van. Így van, és ö, a reptér az tényleg csodaszép, modern, új, stb. abszolút jól lehetett tájékozódni. Egyet nem tudtam, hogy Hongkongban nem minden színű taxi mehet mindenhová. azt azért nagy nehezen kibírtam deríteni, Hongkongban még azért elég jól beszélik az angol, tehát angol gyarmat volt, de ezt kibírtam deríteni, hogy nekem piros színű taxival kell menni, mert én Hongkong szigetére megyek, tehát a központi Szigeten volt a, a szállodánk az, az öböl mellett. És uh, ott is már gyanús volt, hogy voltak ilyen fordító emberek. Tehát uh, Még a taxi állomáson elértél a taxig, addig hároman megnézték az angol nyelvű papírodat, hogy melyik szállodába akarsz menni, és azt lefordították Kínaira. Mert a taxis az egy büdös kukot nem tudott angolul és a latin, tehát az angol ABC-vel leírt betűket sem ismerte. Úgyhogy így szóba ott ment egy ilyen izé, hogy na vajon melyik szállodal, ú, mondom, az meg remélem oda vissza, hova kell, mert ha nem oda vissza, akkor én, én, itt meghalok. 20 000 forintot beváltottam hongkongi dollárra, mert egyébként amerikai dollárt vittem magammal. Nagyon szarú váltották a forintot, tehát majdnem 10 forinttal többet fizettem a dollárért, mint egyébként. Lényegtelen, kaptam a 20 ezer forintomért 480 dollárt. Elindult a taxi, és én néztem az a taxi alatt, ahol mondom, hogy de Franco olcsó, érted, de nagyjából egy ilyen 50 perc után észleltem, hogy az oké, okay, hogy van egy sáv az órán balról, amelyik számolja a kilométert meg az időt, és azt szerint szorozza be, de a jobb oldalt is van egy és a csávó minden egyes sorompónál, ahol fizetni kellett, tízes éve elkezdte beütögetni a, a fizetést. És ott hiába, 200 dollárnál tartunk, még ó, nagyszerű van 400 dollár. Ránéztem a másik oszlopra, ahova a fizetést ütötte, akkor érzékeltem, hogy most tartunk 420 dollárnál, nálam 460 van. Tehát ha 40 dollár nem érünk a szállodába, akkor nekem végem lesz. A faszodat nem, akkor neki lesz szar és akkor 440 dollár értünk a, a szállodába. A hongkongi dollár az ilyen 45 forint környékén van. Azt meg sem merem kérdezni, hogy ott nem volt ilyen, ilyen, ilyen reptérjárat, hogy ilyen fix tarifával bárhova elvisznek? Uber. Hát de nem, de Uber, hát nálunk is van nem. ilyen taxi, meg ugye... Nem, te biztos, hogy volt egyébként, csak, csak ugye nekem volt egy címem, hát fogalmam nem volt, hogy, hogy, és tudod, hol a lagútnál fizettünk, hol hídnál, tehát azt se tudtam, merre járunk. Na mindegy, odaértünk, hál' istennek, a szállodához, akkor ott közölték velem, hogy oké, okay, hogy itt vagyok, csak hogy 14 óra 30 perctől lehet elfoglalni a szobát, én meg mit tudom, én délbe értem. Oda, akkor fölhívtam a többieket, persze megkérdeztem, hogy el tudják-e zárni a csomagomat, hogy ne és akkor egy nyakunkba vettük Hongkongot, mi az öböl mellett voltunk, pontosan a régi halkereskedő negyedben. Tehát én azt el nem tudom mondani, mert nyilván nem lehet elmondani, hogy milyen szagok <laughs> vannak ott, és hogy minden üzlet, ami, ami ilyen hallal foglalkozik, az azon a környéken van. És ott nem élő halak vannak, hanem ilyen, nem szárított halak de, de iszony, és olyanok, halmúmiák. Amiket, halmúmiák, amiket föl se ismersz, tehát, hogy fekete szőrös, meg, meg megálltam egy ilyen, ó, mondom, mi ez, de érdekes ilyen tányér alakú hal, mire érzékeltem, hogy így középen lenyúlik egy ilyen kurva hosszú libagége, és a vége csőrbe végződik. Ja, mondom, ez kacsa meg, ugyanúgy kiszárítva érted, mint a... Hát igen, szerintem olcsóbb a... ez, mint a hűtőszekrény. Hogyne, tehát abszolút ö, ö, érthető volt. Cápaúszonyból gyerekek, annyit láttam, hogyha annyi pénzem lenne, akkor haza jöttem volna. Irdatlan, tehát azt tudni kell, hogy a világon mindenütt tiltják a, a cápaúszony kereskedelmet, kivéve Hongkongot. Úgyhogy Hongkong a, a cápaúszony kereskedelem köz, felegvára, közpo, központja és írdatlan mennyiségű kajálda van Hongkongba, mert ezek tényleg nem főznek otthon. És onnantól, hogy egy vendéglő mennyire jó, hogy a várószékekből mennyi van a bejáratnál. Mert délben van olyan, hogy kinnálnak az utcán, de általában az van, hogy van egy 10-20 szék, ami így a fal mellébe van rakva, és nincs előtt azt, az a vár. Tehát oda beülsz, és akkor egyszer, amikor hely van, akkor oda visznek, és akkor leülhetsz enni. Pálcikával az egy hét alatt megtanul az ember enni, meg hát nyilván valamennyire tudsz is, amikor uh, uh, kérsz, de ott se villa, se kanál, de tányér az van. És mindent tettem, és fogalmam se volt, hogy mi az. Tehát lehet, hogy jobb, azért... lehet, hogy jobb. <laughs> azért, az, azért, ez egy érdekes, érdekes állapot. Hihetetlen felhőkarcolók vannak a központban, tényleg olyan, a New Yorkba járnál azt megélni, érted, hogy alul már tudod, így kigyúlnak a fények, meg ilyen fél homály, és fölnézel így a zégre, te bazzeg odafönn még süt a nap, hát ez valami eszméletlen. Voltunk a hongkongi tőzsdénél, meg végnéztünk minden ilyen, ilyen nevezetesebb helyet, másnap meg dolgoztunk. úgyhogy Hongkong ennyi volt, és este átmentünk taxival uh, aránylag egyébként a, a taxi Hongkongba is, meg Kínába is egy olcsó történet. Tehát nem egy ilyen budapesti maffiás sztori. Tehát egy ilyen Kínába egy ilyen kecskemét Budapest távolság sencsenem belül, mert azért tehát 40 év egy halászfalú volt most meg egy Magyarország, nem tudom én, kétszeresét meghaladó lakosságú város, az olyan 8000 forint. Tehát nem biztos, hogy a Ferihegyi rettéről bekerül ennyire a városközpontba, hogyha szartaxist fogsz ki, igen. <laughs> és átmentünk Hongkongból, tehát ezek így egymás mellett vannak Shenzhen és Hongkong, közben ugye van egy kínai határ, mert Hongkong az egy speciális igazgatású kínai terület, és a, a hongkongi-kínai határon lépsz be igazából a a kínai népköztársaság területére, és ott, ott pecsételik be a, a belépést. És egy, tudod, odaértünk a határhoz, hát már este volt, és így végignézek, mondom, ez mi a faszom? És 80 beléptető kapu gyerekek. 80. Tehát az, az valami hihetetlen volt. Üh, pillanatok, tehát a, a, taxis mindent intézett, ki se kellett szállnunk a, a taxiból elkért az útleveleket, oda vitte nyilván ennek van egy bejáratott része, és Sencsenben a főúton mentünk, és iszonyú mennyiségi autó, és hogy elkezdtem számolni a sávokat, mondom, bazdnek, egy irányba megyünk, de kurvasokan is. és hát nem ilyen araszolós, de hogy egy ilyen 30-40-nel lehetett haladni ezen a baromi széles úton. És tíz sáv volt befelé. Per oldal. Tehát oldal, igen. Tehát ugye ezt így nem akartam elhinni, hogy hihetetlen. Nem mondtad, Én. hogy gyerekek, tiszta tóc. Tiszta tóc. Értad? Csak ott összesen marha, van ennyi út. Marha jó minőségű utak, és tudod, így elkezded nézegetni az autókat, mert már kurvára unatkozó, hogy itt mi van. Hongkongban csak kizárólag Toyota-kat lát. Jó volt más autó is, de hogy, hogy a 80% az autóparknak Toyota. És a hongkongi taxi az a mai napig a Toyota Crown, és a Toyota állítólag a mai napig gyártja is nekik. És ugye Hongkongba angol, mint szerint közlekednek, tehát a másik oldalon van a kormány, de már Sencsenbe, ami mondom, tehát autóval megközelíthető távolság, ott meg már rendes ö, európai ö, módon megy a, a közlekedés. Szóval baromi érdekes. A másik érdekessége Hongkongnak, amin kiakadtam, hogy csak emeletes villamosuk van. Tehát a ilyen pici, is. Ilyen pici, hm. és emeletes. Tehát olyan, mint a, mint a, londoni buszt főbaszták volna a, az, az, a villamos ére. Kész. Halál. <hállal> Na, tehát tényleg nagyon jó pofa, meg hihetetlen aranyosak a hongkongi villamosok. És ugye Shenzhenről mindenkinek van valami fogalma, hú, hát ott a kínai ipar, meg, meg izé, de ha nem látod, akkor nem hiszed el, hogy, hogy iszonyú felhőkarcolók, brutál nagy épületek, és, és azt látod, hogy egy, hogy egy baromérős középrétek van. És mindenki nyugati autóba ül, nem kínaiba. Tehát Kínában az autóparknak nagyjából a 80%-a nem kínai autó. A Volkswagen nagyon erős, Skoda van, Volkswagen, Suzuki, Toyota, Hyundai, BMW, Mercedes nem nagyon láttam. Audi, Opel, Audi. Nem Audi lehet, hogy ezek klónok voltak, fifi. -k. Szép számolakat. Nem, 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 nem. Ezek, ezek eredeti autók. És, <laughs> és, authentic, és authentic. A... Úgy mondják a fasztek, hogy authentic, igen. <laughs> Authentic. Authentic. no fake no fake és, és nagyon fiatal az az, az autópark tetén 5-6 évesné öregebb autót nem is láttál voltak kínai autók a, a BID amelyik ilyen hibrid és elektromos autókat adják Kínába és egyébként Magyarországon most csinál a hogy mert az összes elektromos londoni buszt a BID gyártja, és teslák. Tehát mondom, szinte úgy vadáztam egy-két kínai autót, ami... na nézzünk már egy kínai ö, járművet, hogy néz ki, egyébként nem szégyenkezhetnek, tehát azt nem tudom, hogy mennyire tartós, milyen töréstesztje van, de kívül, belül teljesen ö, ö, jó kinézetű kocsikat gyártanak, és amit tudni kell, hogy Kínában az a menő, hogyha hátul nagy a hely. Tehát a Volkswagen a Fenomot egy az egybe kínálnak gyártottak. Vagy Féton, Féton. Vagy Féton? Nem, nem tudom. A haverom csak uh, pythonnak Pitonnak szokta mondani. Égen, igen, az igen, a long hát, az Kimondottan, kimondottan kínálnak gyártották, mert, mert ott az a menő, hogy hátul. De hát olyan piton meg a Hát mert az a státusz a, státus a, főnöknek szimbólum. a boss átulul ül, elől Égen, meg a sofőr. Igen, 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 igen. Tehát az a státusz De egyébként, én... hogy ráfűzzek a taxidra, gondolkoztam én ezen, mert ugye New Yorkban is úgy van, hogy van a sárga, az, a, a, az autentik yellow cab, meg van a zöld. És nem -e lehet, hogy itt is az volt, hogy a zöld taxi New Yorkban, az a Brooklyni rész, és az a tehát Manhattan szigetet kivéve, tehát Brooklyn zöld, bevihet téged Manhattanbe a zöld, de onnan kifele már nem hozhat embert. És ez kurva komolyan veszik, mert én nagyon el voltam egyszer keseredve, és mondtam, hogy nem érdekel, hogy zöld bazd meg vigyél ki. Nem lehet, nem lehet, nem, nem lehet. Uh, így van, uh, tehát biztos, hogy itt is az van, Hongkong több szigeten uh, terül el, és itt is uh, ezt magyarázták, hogy hogy a, mit tudom én, a zöld taxi az csak azon a szigeten mozoghat, amelyiken vagy. A piros taxi az, amelyik minden szigetre mehet, és a sorompók is, tehát a sorompón is átengedik. Ugye útdíj ellenébe, de átengedik. Vagy az, vagy az alagútba bemehet, mert, mert a zöld meg nem jöhet ki a szigetről. Tehát az meg se kísérli, hogy ki jöjjön onnan, mert, mert az, a, az a helyi közlekedésnek van. Szóval marha érdekes volt. A visszatérve uh, uh, óriási város, és, és, hihetetlen módon fejlődik, tehát a, a, a jobbra nézve, Darútoronyház félig, balra nézve Darútoronyház félig, tehát borzasztó ö, nagy építkezések mennek, meg őrületes városfejlesztés. És ö, hát ezek, ahogy közlekednek, az valami elképesztő. Tehát ez a duda is már be is tett a kocsit elébed, és ha nem fékezel, akkor összetöröd, és ennek ellenére nem láttunk balesetet, tudod, ez, ez az egyiptomi török ö, közlekedési morál. És, kur és nem érdekli se az index, sem mindent leszarnak, mennek. De mondom, ezt marha jó kezelik amúgy. És ami nekünk ilyen, ilyen teljesen életidegen, az az, hogy nincs bóravaló. Tehát ott a taxisnak nem kell bóravalót adni. Ha ott 200 jön, mutat az óra, akkor az 200 jön. Én mégis az utam végén egy. Kínai Uber alkalmazott, tehát figyelj, egy az egyben ellopták az Uber-t, egy, át gondolom valami állami uh, app lehet a telefonon. Uh, kifizettem a szállodaportásnak a, a, ezt az Uber szolgáltatást, beültem a taxiba, jött egy Skoda Superb, beültem hátra, én voltam a boss, mentünk, kiszálltunk és a csávónak akartam adni 20 jöjjant és nem fogadta el. Tehát eszméletlen. Mondta, hogy no, 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 azt már üdv a kocsiba, azt ment el. Tehát nem tudom, azt hittem, hogy kamerázzák, vagy hogy ez be kell. Micsoda tenni. morál. Fogalmam sincs, de, de, de hogy igen, hogy ilyen számunkra teljesen. Viszont a, a vendéglőkben meg be van építve az árba. Tehát az étlap alján ott van, hogy mit tudom én, 500 vagy 10, 10 ot számolnak föl. Uh, a, hogyha meg vagy elégedve. Azt mindig megkérdezik a végén, hogy meg vagy elégedve, meg vagy elégedve, a kóda írja 10%-ot, és ö, úgy kapod a, a számlát. Taxistól kértünk egy számlát, az nagyon vicces volt, és a csávó mondta, hogy persze minden további nélkül. Kinyitott egy tömböt, úgy nézett ki, mint egy kurva hosszú villamosjegy, és így tízesével mentek rajta a számok. 10-20-30-40-50, 500-ig. Letépt azt, odaadta hogy néztük, hogy ez mi, és akkor a kétszázat, mondta, hogy hello, itt a számla. Ez az Azt autós tőle. téma egyébként fura, mert úgy látom, akkor ilyen, ilyen, ilyen crossover van ott is, hogy, hogy viszik Európából, meg más kontinensekről az autókat oda. Amerikában ugye az a divat, és én ezt nem akartam elhinni, hogy hogy például a, a Taxik New Yorkban rengeteg Toyota van, terepjárók vannak, és, és ott bármennyire azt mondanád itt, hogy szartávol keleti ott a Hyundai-nak van, de valami iszonyat prestige. Tehát, hogy te neked egy Hyundai Santa Fe ö, suv van. Ú, bazd meg. Tehát nem az ám, mint régen, hogy egy GMC, vagy egy Yukon, vagy egy faszom tudja, milyen amerikai hodály. Ford. Hanem, hanem, hanem azt tele vannak a, a, a távol-keleti autókkal, reklámokban is azt Akkor ezek szerint Európából meg oda viszik az autókat. Mond, én, én, azt gondolom... Ma, a, a fuvarozóiparnak is meg kell Igen. De, 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 ez a vicc, de, érted, hogy másfél órát ülsz egy taxiba, mész vele 100 kilométert, vagy 120-at, és ez 8000 forintért itthon szerinted melyik taxis menne veled másfél órát 8000 forintért? Úgy, hogy az állásdíj az valami 10, 10 vagy egy olyan 10 percenként, de valami brutálisan szar. De ha belegondolsz, hát... akkor csak, hogy mennyit fogy az üzemanyagod, míg megteszel 100 kilométert, valahogy közelebb van az a normálishoz, mint ami itthon van. Igen. Tehát az, igen, hogy az meg véletlen bekerülsz a körúton egy dugóba, meg még elmész a, Blahától a nyugatig, és akkor kipengedsz baz meg négyezret mondjuk, hát az, na, négyezerből mennyit tankolsz? Nem sokat, de bőven többet, mint amennyi a a, a költség? Voltunk a partner cégünknél uh, uh, Sencsenben. Ez egy ilyen ipari övezet uh, a város szélén. Állj meg! És... Állj meg. Hát, Ar arra igen. kíváncsi vagyok, hogy Sencsen, hallottam már róla, meg láttam képeket, hogy, hogy uh, ott tényleg uh, direkt ezekre az nem az ipari park része érdekelne nagyon, hanem ahol emberek mozognak, meg, meg turisták mozognak, hogy tényleg úgy van, hogy vannak ilyen ilyen egy-két emeletes ilyen bevásárló központok, és akkor ott bemész, és akkor neked mi kell? Nekem kell egy ilyen telefon mondjuk, és akkor elvisznek arra a szintre. Vagy nekem kell egy ilyen óra, ö, vagy egy ilyen póló. Semmi gond, gyere, megcsináljuk fél óra. Tehát ez, ez tényleg, ez megy ott. Hát uh, mi na, igazából nem, nem voltunk, uh, a szálloda mellett volt egy ilyen, ilyen kicsi pláza, tehát, uh, mit tudom én, mint egy szeged pláza, mondjuk, tehát nem akarok egy ilyen nagyobb Budapesti mondani, de egy ilyen szeged pláza jellegű, két szint, és uh, körbejárkáltuk, uh, volt benne volna már, ja, hogy ott kint van az összes múlti, tehát a Tesco, tehát ezen beszartam. Mi? Tesco. Tesco, ne Tesco. de de és a, mit árulnak? Ugyanazt, máhogy Már él, élelmiszer, meg, meg iparcik, meg a a a, a Walmart van a mit mit mondja a mondjuk az magyarországon annyira nem, de Romániában például az az egyik ilyen nagy uh, multi, de teljesen, kim van a, a a McDonalds, kim van a a KFC hát iPhone bolt az minden sarkon van, nyilván iPhone-t nem árulnak, de valamiért a kínaiakra rájött az, hogy ki kell írni a telefonból tetejére, hogy iPhone, és fehér kell, hogy legyen belül. De egyébként lenovo árulnak, meg, meg xiaomi meg nem tudom én akármilyen más telefonokat, meg biztos van clone uh, iphone vagy. ott vagy a Xiaomi-dal egy... úgy érezted, hogy most hazaértem. I igen, igen, igen. És egyébként önálló cégként ilyen, nem is tudom, üz üzletláncként a Xiaomi jelent meg, és a Huawei. És a, 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 a Huawei az például tök úgy néz ki, mint egy iPhone store belülről, csak kékleddel van megvilágítva. Tehát marha érdekes volt. Voltam benne egy Xiaomi üzletbe, megtapogattam az új Xiaomi notebookot, kínai billentyűvel szarú néz ki, azt így előre bocsájtom, de kurva vékony. Tehát abszolút prémium kategóriás laptopot sikerült nekik a, a, piacra tenni. Azon nem gondolkoztam, hogy hozok egyet, mert annyi pénzem azért nem volt, de tényleg nagyon szép a, a Tud? És ott is ö, ö, ott vannak ezek a megfogó emberek, akik innen-onnan nagyjából tudják az angolt, és meglátják, hogy ö, nem ferdeszemű, vagy akkor azonnal megtámadnak. Tehát ö, a Rolex volt a leggyakoribb téma, hogy ö, Mr. Rolex, és akkor már vette elő a, a borzasztó kínai másolatot. Figyelj csak, nem, nem abban <laughs> egyeztünk meg egyébként, hogy. Hozol egy Breitlinget, meg egy Rolexet mújónak, meg nekem? Valami ilyesmire emlékszem, de most hát, komolyan. Hát, figyelj, nagyon szarok voltak. Hát én nem is klónra gondoltam, baszod. Hézen hát, is bassz. Rolex. Illetve, le, illetve lehet, lehet hogy, lehet, hogy kapsz, de de nem. Tehát, kínában tényleg gyönyörű szép órák vannak, csak három percig kell nézegetni őket, és tudom, azonnal látod a sorját, meg hogy műanyag, meg nem úgy van, meg na, szóval azért nem, nem, az a, a történet. És ami nagyon érdekes volt a számomra, hogy nem, nem olcsó kéna. Tehát bementem, így nézegettem az árakat, hogy mi mennyibe kerül, meg hogy merre, hány méter. Igazából a, a, a telefonok azok, amik egy mit tudom én, egy 20%-kal alacsonyabb árszinten vannak, mint, mint nálunk, de mondjuk egy ilyen robotgép, az ott is 14 ezer forintra jön ki. Vagy egy egy ágymelegítő takaró, az ott is 8 ezer forint, vagy 10 ezer forint. Tehát azt, azt lehetett, ja, és a kaja is hasonló színvonalon van árban. Sőt, hát a szállodákban meg aztán szerintem elszálltabb árak vannak, tehát Két, 2400 forint értünk egy levest. Szóval azért nem, nem, nem annyira barátságosak az árak. És ami a gáz egyébként, az az elektronos cigaretta, hogy Kínában nincs. Tehát nem, nem, nem hogy, hogy ritkán látsz, hanem hogy nincs. Tehát Fifika. Én, én, ilyen... én Szenben egy embert láttam, egy darab egóval. Ó, tudod ki föl, volt ő, fölmentem. tudod ki volt ő? Ő volt a Blacky videójából a Professional Vapers. <laughs> <laughs> Kírodomban fölmentem, Tehát így rákerestem a Shenzhenben még volt Google. Ez marha érdekes. Ezt, hogy ez Hongkong... lett volna kérdésem, hogy és hogy kerestél rá, vagy hogy érted el a gameover Hongkong, Hongkongban, Shenzhenben még, még működött a Google kereső, meg a levelező, és fölmentem a Google-re, és rákerestem erre, hogy Shenzhen e -e 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 store. És valami fórumon találtam egy bejegyzést, hogy le is írtass azt, hogy Shenzhenben melyik plázában, melyik emeleten van egy e-cigarettabolt, -e ahol egyébként egókat árulnak, meg német likvideket. Ha hát mondom, oké, én akkor ide csak nem fogok száz kilométert elautózni, de sehol, érted? Tehát az van, hogy Kínában nem tiltják, csak nem engedik. A, én tudom a válaszodat, de Krisztián még nem. Dramaturgiailag felvezetem, És Fivika, hogyha nem lehetett ott... Ö, cigarettát kapni, elektromos cigarettát és likvidet se nagyon. Ö, úgy tudom, te nem vittél ki készüléket, akkor mit szívtál? Cigarettát. Cigarettát, mert. Botrány. Uh, botrány, igen, mert uh, nem mertem uh, bevinni Hongkongba e-cigarettát, ugyanis az van, hogy Hongkongban a birtoklást is büntetik. Tehát ugye Hongkong felől uh, ment a challenge, és a hongkongi reptéren, amikor leszállsz, akkor van egy ilyen csomagvizsgálat. És egy büdös nagy plakát van baszki a vámtiszt mögött, hogy e-cigaretta, és hogy nem, tiltott, tehát hogy nem lehet behozni. E-cigaretta és az akkumulátor külön. És amikor meglátta a, a Xiaomi powerbankot, az volt az első, hogy körbeforgatta, hogy van-e rajta valamilyen e-cigaretta csatlakozó. Tehát borzasztó, szarul érezted így magad, de azért mondjuk hű maradtam az e az mert 555-öt szívtam odakint, ugye ez egy legendás likvid, aki még annak idején kínai készülékekkel kezdte. az RY4 volt, meg az 555. Az 555 az egy kínai cigaretta, már 555 State Express a, a neve, és, és hát. Nem sokat, egy 4 öt szállat szívtam el egy, egy nap, de tényleg csak az, hogy, hogy neve legyen a, a gyereknek, és abszolút nem szoktam visszatett. Hazajöttem, letettem, fölvettem az elcikit, azt folytattam tovább, Tehát, de még csak elvonási tüneteim sem voltak. Fifika, nem, nem készült nem kép, olyan kép, ahol Dohányzó. Nem, nem. Ó, a francba, milyen jó lett volna az adáshoz. Nem, de nektek hoztam egy-egy doboz 555-öt, csak hogy csak <laughs> tudjátok, hogy... Tudjátok, hogy van -e ilyen. Jó, kirakjuk a polcra. <coughs> kirakjuk meg, a meg. Meg magamnak is. tehát uh, Marha érdekes, bementem egy-két trafikba, vagy trafikba, bocsánat, élelmiszerbódba. Valószínűleg egyébként, hogy Kínában marha erős a, a dohánylobbiát. Azért uh, lássuk be, a világ dohánytermesztésének a 51 néhány százalékát adja Kína. Állami dohánycég van, persze. Hát van. igen, állami dohánycég van, bocs. És, és nagyon sokan egyébként, ezt se akartam így első halásra elhinni, nagyon sokan azért dohányoznak, hogy a, a letapadt smog fölszakadjon. Az egy, tehát én, én azt hittem, Direkt hogy, ők ezek, magukat. Hogy igen, hogy ezek az emberek bunkók, mert mindenki krákog, meg, meg tehát ott társadalmilag full elfogadott az, hogy leállsz az utcán, azt elkezdett fölöklendezni a slajmat, az köpsz egy kurva. Ó, de gusztustalan. Wow. Rettentő gusztustalan, de ez van. Tehát uh, uh, Peking ugye a legveszélyeztetettebb uh, veszélyeztetettebb smog szempontjából. Uh, Sencsenben is már lehetett azért látni, hogy hogy uh, gáz van, tehát hogy olyan furcsán homályos a nap, meg, meg uh, Szóval, hogy smog van, de de Shanghai az, az még egy fokkal rátett, és azt mondják, hogy Peking a, a smog fővárosa, tehát borzasztó, és állandóan, állandóan megy. Tehát, hogyha ha nem dohányzol, akkor, akkor sokkal jobban letapad ez a, ez a, a smog okozta lerakódás, és ott, ott teljesen no, normális. Kurva sokan dohányoznak egyébként, és mindenhol lehet. A, az még a szállod, tehát képzeld el, hogy Sencsenben a Hiltonban laktunk, ami azért egy kvázi nemzetközi szállodalánc, és bementél a WC-be, és oda volt készítve a hamutál a WC mellé. Amúgy egy iszonyúan ö, szép, meg, meg elit szállodában. Marha érdekes volt. Kínát még nem érte utol a WHO. Nem, nem. Gondolom ott azért kicsit erősebb a, az állami irányítás, mint, mint a WHO. Úgy egyébként. És kim voltunk az ipari részen a, a partnercégnél, ott egy ilyen 6 négyzetkilométeres részük van, és a 6 négyzetkilométer az gyönyörűen be van ültetve, és tudod, egy épület, van egy épületnyi szünet, aztán még egy épület. Na még egy épületnyi szünet, még egy előtte tó, gyönyörűen megcsinálva kínai kert, biciklitárolók, autóparkolók, szóval tényleg tip-top az egész cég. Voltunk, ugye nyilván ez egy, ez egy nyomdaipari cég, ők gyártják a, a China dobozait, cigarettás dobozait, és van külön elektronos cigaretta részlegük, és na ott lát, tehát, F fotóztam is, tehát van 200 négyzetméternyi steril szobájuk. És ö, olyan padlóval érted, hogy, hogy, ha ráköpsz, ö, azt gondolod, hogy ez nem áll meg a szoba végéig, az tuti. Tehát mint a tükör. Brutál. Légzsilippel, benne az emberek fölöltözve, ö, szájmaszk, ö, hajháló, kesztyű, éppen azt hiszem egoaksikat szereltek össze, szóval elképesztő fölkészültségük van meg, meg technikájuk. Lenne a laborban három tömegspektrométer, ilyen-olyan, amolyan készülékek, szóval tényleg csak az ember a száját tátotta, hogy mennyi pénz meg mennyi energia van ebbe a, az egész sztoriba. Úgyhogy nagyon nagy Élmény volt egyébként. És akkor uh, Shenzhenből mentünk Sánkhályba. Shanghai, uh, Shanghai az meg egy gyönyörű uh, város, uh, és uh, valami eszméletlen uh, a, a, az, az óvárosi uh, része Sánkhálynak meg az város is, tehát az a felhőkarcolók, meg, meg torny, toronyházak, meg üzletek, meg, meg szóval na, aki nem nem járt még ott, vagy vagy nem, nem látta, az annak fogalma sincs, hogy, hogy milyen. Ennyi volt Sánkáj? Hát uh, Sánkájból, <clears throat> ami érdekes volt, mi voltunk innen a bazársoron, és uh, és uh, ott szerintem nagyon sok kínai filmet forgattak. Tehát az egy nagyon autentikus rész, körbe mindenhol ilyen szerű épületek vannak. És voltunk abban az étteremben, az most marha aktuális volt, ahol Castro is ebédelt, úgyhogy csináltam egy selfit a Castro kép előtt. De Bill Clinton, nem tudom, valami afrikai elnök, mert nagyon sokan jártak oda. Oda enni, na, és ott 2600 forint volt egy tányér leves, de megérte, tehát ettem eredeti, ugye a Shanghai konyha az a kantoni konyhát követi, ettem eredeti csípős savanyú levest, ami ugye itt is van a, a kínai büfékben, hát ég és föld a kettő, de azért nagyjából hasonlítanak egymásra, csak ez egy picit finomabb volt. És voltunk ennek a bazárnak a a végében van az igazi nagy látványosság, az a Jű úr kertje. Ez egy kereskedő fickó volt a 16. században, és épített magának egy ilyen két hektárnyi kertet, pagodákkal, kőfalakkal, elhatárolva a feleségének egyrészt, a haverjainak egyrészt, nem tudom én, a, a, a volt külön egy ilyen irodakertje, és ez tele ilyen hidakkal, patakokkal, csobogókkal, sziklakertekkel, tehát valami eszméletlen. És az 400 év óta, vagy hát most már lassan 500 év óta eredeti állapotába megőrzik, meggondozzák, hm. és volt olyan bonszáj, amit még ő ültetett, meg ő kezdett nyesegetni, és a mai napig ott van gyönyörűen egy ilyen büdös nagy cserépedényben, és, és gyönyörű. Tehát pff, az, az valami pazar volt. Nem értenek és... ezek hozzá. Lekéne betonozni, és néhány magyar múzeumot építeni. <laughs> Nagyon szép volt. <laughs> és akkor ott a bazársoron vásároltam be, hát a szokásos hűtőmágnes, meg meg uh, csajoknak uh, ilyen kis apró ékszerek, uh, de, de minden őrül drága volt. És ott ittam Kína legjobb kávéját egy kosztába, természetesen, mert egyébként a kínaiak borzasztó kávékat főznek. Tehát aki Kínába megy, az készüljön föl rá, hogy vagy bemegy egy McDonald'sbe, vagy, vagy beül egy Kostába, vagy nem tudom, mi van még ilyen kávézó lánc, de hogy valami autentikus nyugati kávézóba üljön be, hogyha jó kávét akar inni, mert egyébként borzasztok. Viszont a kínaiaknak a teáik azok rettentő jók hoztam is egy csomó kínai teát uh, uh, haza, és ami érdekes, hogy hogy ők nem szűrik. Tehát fogják a, a tealevelet, bele teszik a kancsóba, rájöntik a forró vizet, és <coughs> zöld teát ittunk rengeteget, és így kinyílnak a levelek, és úgy néznek ki, mintha mint most tépték volna le a, a bokorról, és ott ül a, le, ö, ülepszik az aljára a kannának. És amikor leítad róla a teát, akkor jön a csaja a következő kanna a forró vízzel, és önti föl újra, és újra, és azt mondja a kínai, hogy minden ilyen fölöntésnek más-más feelingje van. És ebben teljesen igazuk is van, tehát, és azt mondják, hogy egyre jobb. Tehát minél többször öntött föl ezt a, a teafüvet, egyre erősebben és jobban jönnek ki a, az ízek, és nem cukrozzák, nem citromozzák, nem ízesítik, tehát fél, félelmetes a teakultúrájuk. A bor az most kezd kialakulni, főleg ilyen délafrikai boraik vannak, meg ittunk azt hiszem ilyen nagy fal nevű kínai vörösbort, hát az mondjuk aránylag a csikós kategória lenne nálunk. Szerintem a magyaroknak most kéne betörni egyébként a kínai borpiacra. És még egy érdekesség volt, hogy jártunk olyan helyeken, ahol kínai brendek, tehát hogy mondjam neked, drága kínai brendeket árultak. Tehát nem is hallottál még, még róla, és bútorok, divatruhák, táskák, cipők. Nem tudom, és ez, ezek a legdrágábbak. Tehát mondjuk, mondta is ott a srác, hogy a, a, a nyugati márkákhoz képest a kínaiak fölpozícionálják magukat, és ezek drágák is. Van rá fizetőképes kereslet, nem is kevés. Tehát most már elhiszem azokat a plegykákat, hogy a középrétek Kínába már olyan fizetést kap, mint mondjuk az európai, tehát nem, nem a magyarokra gondolok, hanem mondjuk Nyugat-Európába a középrétek és meg tudják fizetni. Láttunk lakóparkokat, ahol, ahol 110-160 négyzetméteres lakásokat lehetett venni, olyan hűtőszekrényekkel, amibe beütötted, hogy mit szeretné mondjuk estére a hűtőbe látni, és akkor a napközben föltöltötték, sorompóval köszönő emberre, földalatti alatti parkolóval, tehát brutális, ahogy, ahogy fejlődnek, és, és ahogy hogy egyre inkább miközben azért megtartják a, a saját kultúrájukat, meg a saját identitásukat. Szóval nagy, és természetesen, mint mindenhol ott is vannak szegények. Tehát nem, nem, azt mondtam ezzel, hogy mindenki így él, de, de nagyon sokan. Nagyon sokan. És tud a, a, nagy nyugati kocsik mellett még mindig ott mennek a kis háromkerekű motoros riksák, sávó biciklivel majdnem elesett mellettünk, öt lenúvó laptop volt főszíjazva a bicikli hátuljára. Tehát á, egy mese egyébként a, a, az egész, és mondjuk üzletileg sikeres volt a, 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 az, az út, de, de ha nem látom, hogy mi van kint, és hogy milyen a, a, a kínai emberek, és hogy élnek, és, és hogy fejlődik ez az egész ö, történet, akkor nem hiszem el. Tehát ezt egyszer szerintem mindenkinek látni kéne, aki a fasztekről rendel, mondjuk. <gül> <gül> tehát az, 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 az azért hihetetlen, tehát még most is ezen pörgök, hogy ott voltam sencsembe érted, a klónozás központjába és egy rohadt tejcigit nem tudtam venni magamnak, tehát ez, ez abszurdum, érted, hogy egy, egy likvid, egy, egy cigarett, semmi, semmi nem volt. Szerintem csak a méretekkel volt a probléma, nem egyet, hanem százezret szerettél volna venni, az más. A, akkor, akkor lehet, hogy, hogy kapok. Szóval jó, jó volt, szép volt, meg hát így az emberben nyilván majd ülepednek le ö, dolgok, meg meg tudod, ú, basszus, tényleg ez is milyen volt, meg az is milyen volt, de de ez te, te, tényleg egyszer mindenkinek uh, uh, látni kéne. Egyébként így elgondolkoztam rajta, hogy, hogy uh, ha, ha ezt a középszintet így me, meg tudnád lépni odakint, akkor még talán, mit tudom én, ki is költözné, vagy, vagy bármit, csak ezt a kínai írást, meg ezt a kínai nyelvet, ezt nagyon-nagyon-nagyon gáz megtanulni. <hih> de ez van. Na, a ti meg aprú, meséljetek, apró létszőrös. Várjál, várjá, mielőtt mondok, mert egy ember nem tudott ott lenni a Talin, meg a premieren, lusta dög. Én csak a Tillának hívom, de egyébként lusta dög. Képzeljétek, megkapta az új paripáját. Ó, oh. oh, ezt olvastam, ezt olvastam. A részfotóan. rendszáma, Nyasgem 234. <laughs> Egyébként... Mi, má, mi más lehetne? Egyébként kurva jól néz ki a cucc. Úgyhogy kértem is róla gyorsan ö, belső képeket, hogy hogy milyen. Baromi jól néz ki. Jacuzzi van benne? Hát, ö, ha nincs, még mi mindig az ablakot lehúzunk egy részre és slagga föl tudjuk tölteni. <laughs> Egyszer. Ja. Mit, mit kérdeztél az előbb? Tudom, mit kérdeztél, de... Uh, hogy egy, egyébként ugye én... Uh hogy a challenge úgy ért véget, hogy hogy Sánkhájból repültem haza, úgyhogy Sánkháj, Párizs, Ferihegy, illetve Liszt-Ferihegy. Liszt és én szombaton 11 órakor szálltam le Ferihegyen a mínusz, nem tudom, 5-6 fokba, és egyből eszembe jutott, hogy úristen, ma buli van. Na és milyen volt a buli? <laughs> Re rendhagyó. Egyet tudnék nem, nem volt retro, azt meg kell hagyni. <laughs> Fifi, én úgy fogalmaznék, hogy amit mi megtettünk a premier utáni afterpartin, ez ugyanaz volt, csak egy kicsit hardcore verziója. Tehát mi is kiengedtük a gőzt, ez is gőzt ül szolgált. Öm, volt voltak érdekes momentumok, az ember csak a szépre emlékszik, ami meg nem volt szép, az, azt nem tudtam hova rakni, tehát azt én a dev ba raktam, mit tudom is én, 20 pozitív érzésre jutott egy semleges vagy negatív, és, és Mujo, mondd el, mekkora lettem, Mekkora szereplettél, Charlie? Hát bazd meg, mikor oda jön egy gyerek, hogy közös fotót szeretne. Jaj, igen, hát igen, de... igen. És mi le, mi? megkérdeke engem, hogy lefotoznál minket? Persze, hát ezért mondom... vagyok itt. Hát mondom, ez mi a nem szem. Tudom, ki vagy, nem. nem tudom, te ki vagy, de fotóz már le a charlie volt. Licelek, igen. nagyon aranyos volt. Igen. Charlie ott csak ott pislogott, mint a szűzlány kb. Igen, igen. Jól esett, Úgyhogy kell majd készülnünk a következő találkozóra nekünk is lakfilccel és dedikálásokkal, vagy mit tudom is én. Majd mondom, hogy milyen ötleteim vannak erre, de egyébként visszatérve a találkozóra. Én te, te mikorra mentél oda mújó, hogy fél órával előbb talán, mint én? Uh -huh, te jöttél ilyen hét Aha. körül, én meg hat körül értem oda nagyjából, ja, ja. Igen, tehát én, én, én dolgozóból mentem, dolgozóba mentem, tehát így 12 óra pihenőidőmből ö, csíptem le ezt. Ö, hét után kicsivel értem oda, akkor már emelkedett volt a hangulat, ö, de azt hittem, ezt nem lehet fokozni, de lehetett. Úgyhogy ö, ez, ez kemény volt tényleg, mint az orosz tél. Ö, olyan mulatósra sikeredett. Hát olyan, olyan mulatósra sikeredett, a legszebb momentuma az volt nekem, mikor Oszi felkért táncolni. Engem. Tehát nem egy nőt, engem, és azt mondta, hogy a pinyótól kért föl engem táncolni, vagy mentett meg, de közel távol nem volt senki, úgyhogy Oszi, engem, és fölvettem videóra, aztán ö, két napok később, a francba kitörlöm, minek kellett, aztán Oszi elkezdett terelgetni, na mondom, többet ilyen nem lesz, hogy én kitörlöm a videót, mert egy bizonyító erejű ö, dokumentumfilm lett volna belőle. Jó volt, az, jó volt. Az utolsó tánc címmel. Hú, hát osszinak majdnem az utolsó tánc volt egyébként. Tehát ő, ő csinált egy challenge-et, azt hiszem, Mújó, te voltál előtte, mikor ment lefele a lépcsőn? Mm, hogy nem, 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 a Boris emléksz. volt, a Boris volt. Ha. Mikor megindult Oszi előre felé, és ha nincs ott Boris előtte, akkor a feje előbb ér le, mint a lába. Ö, de Boris megmentette ettől, tehát még mindig él Oszi. Úgyhogy jó volt, volt egy kis fricska a, a találkozó, nem a találkozó, a premierre hajazva, ugye mindenki kapott a rendezők, vagy tudod, az adminok közül kapták ezt a, a nyakpántot, amin a passz, Kézműves passzuk passz, volt. És akkor neki kézműves passzuk volt, ilyen ötrétegű kartonból ki volt vágva, és rá volt írva, hogy VIP passz, és mindenkinek a neve. És mikor láttam, megjött... Lát, láttam a csoportképet. Igen. És mikor megjött... Szávai István alias Pista képviselő úr, akkor ő is kapott egy baseball sapkát, egy ilyen nyakba valót, és kezébe azt hiszem, hogy először egy hosszú, nem, házmestert. Úgyhogy, úgyhogy jó volt, jó volt, jó volt. Hát ö, ami rác Jedi Bélánk, az ö, volt már az a az ital mennyiség, ami után ha elkezdett beszélni, akkor egy ilyen, egy ilyen végtelen ciklusba került a végén, is. elég nehéz volt megállítani, de sikerült megoldani. Úgyhogy jó volt, találkoztam rendőrünkkel, aki ugye segített a reptéren, Sanyival, találkoztunk olyan emberekkel, akikkel még nem is találkoztam, akik, ott volt az a srác, aki a századik podcast talin talán még egy-két hete elektromos cigarettázott csak, és még, még analóg cigit is szívott, és most ott volt újra, hogy itt, az első saját tekerésű kazánom, nézd meg, hogy hova jutottam, kóstold meg. Valaki oda dugott a számba, hogy kóstold meg, én kevertem, kóstold meg, hogy ízlik? Kóstolom. Hát mondom, ez, ez, tök jó, ez, egész olyan, mint Fifikának a nektarinja. Hát ez az? Ja, hát mondom, akkor te keverted? De jó, jó, jó volt, jó volt. Kértek gyorsan ilyen, ilyen mondja véleményt erről a készülékről, tippet, ami gyakorlatilag akkor láttam először abban a pillanatban valami IPV, akárhányos készülék volt, Liquidről, és a többiről, és a többiről, de jó hangulatú volt egyébként, erős gőzkiengedés volt, tehát itt, itt már ez a, hogyha ez egy ilyen nyomásmérő óra mű lett volna, akkor ez erősen a piros értékben tilinkózott volna. De mindenki kiengedte a gőzt. Ha figyelj, ha ez volt a cél, akkor ezt tökéletesen teljesítette. Meg hát kell ilyen, tehát ne legyünk már álszentek érted, jó, Jó valaki, valaki állítólag mondta, hogy izé, hogy lejött, hogy tanácsok, meg izé, meg hozé, de hát ez nem az a film volt. Vagy nem az, fű, nem az fűzték be a rendezők. Tehát a tanácsokat majd két nap múlva. Én ha, egy kicsit figyelj, el voltam... Egész, egész évben tanácsokat adnak érte. Hát most, most most nem ez volt. Hát, hát egy kicsit el voltam kenődve, hogy, hogy másnapi munka miatt nekem, mint, hát ilyen 11 fél 12 magasságában eljöttem már, tehát akkor még azért tartott a beszélgetés, tehát ez egy ilyen nagy görbe volt, és és szerintem pont a csúcspont előtti pillanatba értünk oda, vagy értem oda, meg mújó meg a, a képviselő úr, és aztán volt egy nagyon nagy ívelés, és aztán hirtelen zuhant egy picit, de nem a, nem a, a jókedv móka kacagás, hanem hanem akkor értük el az ív tetejét, és aztán átmentünk mújóval is egy ilyen beszélgetősebb ö, bulizós részbe, de el kell, hogy mondjam, például ö, szávai képviselő úr, amint meghallotta az apostol együttest, abban a pillanatban ment a parketre ropni, úgyhogy, ö, úgyhogy jó volt, volt ott minden, ami kellett. Tehát tánc volt a felső szinten, lent beszélgetés. Mujót meg... Várjál, ezt emészed. Emészed, Mújót, én megtanítottam trombitálni, trombitán bazd meg. Nem igaz, nem igaz. Ez így igaz, igaz, ahogy mondom. Több, több szempontból nem igaz. Na akkor mondjad, miért nem igaz, és aztán megcáfollak. Egyrészt az egy piszton volt. Bazd meg, piston. Jó, tehát. <laughs> Bocs, veszél el, el a részletekben, igen. Érted? Tehát az iPadot ne keverd már össze. <laughs> másrészt a gazdájának a kezébe varázslatosan szólt megkértem, hogy mint szintén idézőjelben zenészt, hogy mutassa már meg, hogy hogy megy egy skálázás, meg ilyesmi hogy lineáris-e, stb. stb. és aztán Charlie is elkérte és megfújta, és mondom, akkor hadd már meg én is és már majdnem berosáltam, de egy büdös hangot nem sikerült kicsikarnom belőle Fifika, és... segítek elképzelni a dolgot Ö, neked vannak lányaid Szerintem a nők úgy vannak beállítva, hogy ők nem tudnak üvegből inni. Nem? De? Ők úgy isznak, hogy így az egészet így beveszik egybe a szájukba. És mikor Krisztiánnak mutattam, hogy így így szorítod a szádat, és ott fújod ki a levegőt, és ez tulajdonképpen ezt a rezgést viszi át a pisztomba. Krisztián mit csinált? Hát épp hogy nem kapta -e be az meg az egészet, nem hanem kaptam be. ilyen nem, óalakban így, így óalakban rá az egészre körbe, és így hát csak a meleg levegő Mögítettem ment ki Krisztiánból. Mondjad? Mögétettem a számot. Hát mögétette, de, de akkor meg. is mondom, ilyen ó alakban volt. Így, ö, hát hiába mutatom a mikrofonnak, úgyse fogja senki látni. Na mindegy, de sikerült utána ö, egy, egy 15 másodperces magyarázat után neked is hangot kicsikarni belőle. Nem, nem, én nem, arra nem emlékszem. De... Va... Én egy büdös hangot nem sikerült. Nem, is, szerintem is, is valami volt. Na mindegy, én, én élveztem, mert én meg tudtam fújni, Ö, gyerekkoromban már próbáltam, még a gombokat is nyomkoráztam közbe, tök jó volt. <kül> de ott ő utána előadta a a, a Star Wars-nak a főcímdalát, Indiana Jones. Indiana Jones volt. És én azt hittem, azt hittem, hogy Véper de nem bazd meg. Nem az volt. Hanem. Hát csak úgy. úgy bet bejött, a, bejött a sörözőbe, igen. Ott volt egy negyed órát, és aztán tovább ment, Ennyi. És aztán. És nem is én kértem el, hanem így mondta, hogy. Na, próbált ki fújd meg. És akkor azt hittem, hogy ő valami vaper, trombitás, Frédi. Kipróbáltam, jó volt. Aztán múlja is, hogy ő is kipróbálna. De mondom, annyira az családias volt, volt ott a hangulat. Ehhez Szép. Képest az a ismeretlen helyen... trombitás az igen. ismeretlen vándor trombitás igen <laughs> ja igen jut eszembe ö, meg még akkor nem voltam ott lehet hogy te már múlyó ott voltál megválasztották az év ö, mod készítőjét hogy ne azt mondjam hogy modder az év modkészítőjét, készítőjét aki macsek lett alias nyeskus <laughs> nyeskus és... nyeskus. <laughs> igen, nyeskus igen nyeskus 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 és um, szomorúan um, egy ilyen ötperces beszélgetés um, zajlott le talán köztünk. Szomorúan kellett tapasztalnom, hogy introvertált. Uh, mert ezt előző adásban, tegnap, mondtam a JTR-ben, azt most is fogom mondani, mindenhol fogom mondani, hogy uh, én nekem az lett volna a tervem, az lenne a tervem, hogy uh, kicsit uh, ismertessük uh, egymással, a készülékekkel a, a hazai, vagy ha éppen kimegyek megint mondjuk külföldre, és ott találkozok egy modderrel, akkor az ottani emberekkel a, a népeket itthon, hogy tudassuk a tágítást, tágítsuk a tudatot, ö, hogy csinálni ilyen, nem csak egy pár fotó, egy ilyen írásos riportot, tehát nem hanggal, meg arccal, meg mindenne, de nem nagyon, nem nagyon vevők a, a magyar. Ö, Modern szcéna erre, nekem van egy nem publikus gondolatom ezzel kapcsolatban, amit szívesen megosztok veletek, hogy miért nem. És ennyi. A másik pedig, hogy hogy mindig azt mondják, vagy csak lehet, hogy kicsit túlzóan, hogy a Charlie kulák mondja, meg a Blacky kulák mondja, de hát Krisztián a milliószor mondtuk, hogy sokkal kulákabb cuccok vannak például Clervoynál, hogy szeretnék egy ilyen Ö, mutasd meg magad ö, mozgalmat, illetve ö, ilyen sorozatot nálunk is, hogy akinek van valami érdekes, értékes cucca, az ö, az kicsit mesélne róla magáról, hogy hogy alakult, hogy jutott el idáig, milyen készülékei vannak, és akkor ö, és akkor ebből születnének ilyen kis, kis rövid cikkek, és ö, tényleg, hogy mások is megismerkedhessenek olyan készülékkel, amit életükben nem látnak, vagy nem látnának, vagy nem tudnak róla, hogy hogy van. Hogy van mondjuk ö, olyan mod, ami egy mamut agyarból készült, mert van bazd meg. Van, ami csiriózból készült, stabilizálva. Ilyen hülyeségek vannak. Köztünk járnak, csak nem tudunk róla. Csak ehhez az kell, hogy megkeressenek minket az emberek. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Hát jó, ja, meg, meg az, az szóval egy picit úgy hogy is mondjam, mostanában ez a, ezek az tudod, volt azért egy ilyen, és nekem mindig inkvi volt, tehát a, a, az első, aki, aki olyan készülékeket kezdett ebbe szerezni, érted, amire azt mondtuk, hogy ú, basszus, hát tudod, mikor adnék én egy kazáné, 20 ezer forint, 25 ezer forint, de idióta érted. És akkor egyszer mondta Inkvi, ez, ez egy ilyen szálló igaz számomra, hogy azért veszek drágát, mert, mert ha ez egy olcsó lenne, már rég kibasztam volna kukába, és hogy azért, mert drága, ezért addig bűveli, amíg meg nem tanulja megtekérni. Ilyen szempontból meg mondjuk vannak ezek a lopakodó modder gyűjtők, mint például ugye Geció barátunk, Klervojnyó. Klervoj, így van. Aki csak így, tudod, mindig a legdrágábbat kiszúrja meg a legjobbat, és nem beszél róla senkinek. Csak egyszer, csak valahonnan megtud, hogy neki van, hátul neki már régóta van. Tudod ez, adnyom. ha kérdezik, mondd azt, hogy van. <laughs> Igen, van. Ennyi. tudod ez a semmi extra, semmi extra, 400 font volt, semmi extra. Egy gomb van rajta, semmi extra. <laughs> Bottom feed semmi extra 460 font, na ennyi. Miért szívó? De tényleg jó, jó lenne egy, egy ilyen rovat, ahol, ahol egy picit miért szereted bele, mi az előnye, mi a jó benne, stb. És akkor így az embereknek egy picit kitágulna a világkép. Azt hittem, a, a Clervoy voy ár után a kitágulna a pupillájuk. A pupillájuk. mert ez csak első hallásra egyébként ilyen elborzasztó, tehát amikor már együtt élsz vele, nem olyan rossz. Már hogy klervoljanak. És tegyük hozzá, nem. hogy klervolj... Mind... Klervoy mindig első szóra bármit kölcsönad levideózni. Úgy, hogy mondjuk az autóban nálam van most már három botonfider kazánya, szerintem ö, egy hat hónapja. Nem sok szó sok... Mindig följavítja bármelyik. Én fúrít. én mindig fölfúrom neki, hogy kellemes legyen. Komfortos legyen. Szóval igen, hogy uh, ugye az Inkvi által indított Maniac Vapors nevezetű uh, kis logó, az így is mehetne, hogy uh, hogy uh, mániákusan szeret valamit, vagy valami kicsit extrábia van, mint az átlag uh, tucat termék akármit megmutathatna bárki, akinek, akinek ö, indítatása van rá, azt akkor mesélne egy kicsit, hogy hogy jutott el ö, odáig, a, ameddig. Például, és akkor egy ilyen elegáns átkötéssel, például MP barátom, aki a, aki a Hiányzó Darab nevezetű podcastet csinálja, és annyit tízerkedhetünk, hogy jövő héten ejtjük meg az első crossover adásunkat pont vele, mert ő nem csak úgy tud most már beszélni róla, hogy, hogy én elmegyek hozzá beszélgetni, ő meg eljön hozzánk, hanem, hanem ő most már tizen pár napja az elektromos cigarettázók táborát erősíti, ezúton is gratulálok MP, úgyhogy, úgyhogy tud mesélni a, a, a rögös úton való elindulásról, hogy, hogy milyen milyen volt az ö, ö, abszolút noobként, és aztán ö, szóba került, hogy ő is ugye lootol mindent, ö, mindenféle társasjátékot, és a többit, és a többit, aztán most ráállt a katana vonalra, az meg, hogy tehát valaki, hogy kardokat kezdett gyűjteni, aztán a talira azért nem jött egyébként, mert az egyik kardot véletlenül rosszul húzta ki a hüvejéből, és az újjából levágott egy darabot. és Az, az <gül> nagyon <laughs> durva lehet. Gyerek. Katanával. Tehát az a nem, nem a vicces kategória, lehet egy kicsit arrébb csúzik, akkor a komplet kézfejét levágja. Na szóval mondtam is neki, hogy hogy nem kell ennyire ennyire beleásni a magát az emberek a kardba. Itt van egy sokkal veszélytelenebb, sokkal kisebb, kompaktabb cucc, az elektromos cigi. Itt is bőven tud találni ilyen, ilyen snob Úgyhogy azt mondja, igen, igen, néztem már egy párat, úgyhogy na, hát mondom, akkor ezt kell csinálni, nem a hülyeség, kard. Ó, meg. Úgyhogy... Attól függ, itt kit kérdezel azért, ezt lássuk be. Igen, ha csak ez nem egy... Nemzeti Alperes Fejlesztési Intézetet kérdezed, akkor biztos, hogy veszélyességi fokozatban sokkal-sokkal durvára lőnék be az elektromos cigarettagyűjtést, mint a katona és egyéb kézi Igen, de hála Isten, hogy mi egy ecigi podcast vagyunk. Egyébként te hogy mondod, mert ez, ez két embernél ütötte meg a fülemet, az egyik a feleségem, a másik az MP, aki eciginek mondja. Hú, ez érdekes tényleg. Ecigi. És az angolok az is ísziknek e e e mondják. Én nem tudom, nekem az ecigi az, az, kicsit olyan, olyan döcögős. Na mindegy. Szóval jövő héten becsatlakozunk hozzánk MP, és azt mondta, hogy ő, ő szívesen maradna tovább is, tehát ő nem csak arra 10-15-20 percre, hanem hogyha esetleg még hallgatózhatna, vagy, vagy más témában hozzászólhatna, akkor, akkor szívesen maradna tovább is, úgyhogy mondtam neki, hogy hát természetesen Várjuk, szeretettel. várunk szeretettel, Így van. majdnem azt mondom, hogy szeretettel és listes fasszal, de nem, a vendégeket először mindig vajjal vagy vazelinnal kezeljük, illetve végével, úgyhogy jövő héten megejtjük az első crossover aztán én megyek egy kicsit vendégeskedni az ő hiányzó darab nevű podcastjébe, úgyhogy őt is keressetek rá nyugodtan a a podcastre. Nagyon érdekes egyébként mindenféle, a hiányzó darab azért hiányzó darab, mert gyűjtőszenvedélyekkel szenvedélyekkel foglalkozik egyébként. Ajaj. Mindenféle ilyen érdekes dolgokkal, a bogárgyűjtőtől, tehát a fizikai állat bogárgyűjtőtől, az autó bogárgyűjtőig. Érdekes podcast. Nem, nem, az a téma, amit hetente rendszeresen lehet tolni, de, de most megint ráállt erre, hogy próbál minden héten megszólaltatni és találni egy-egy ilyen embert. És én is bekerültem oda valami kulák cuccokkal. Úgyhogy jövő hét után valamikor meg majd én megyek hozzá beszélgetni. Na szóval ennyit a crossoverről. Taliró, van még valami, valami elmondani valót, Krisztián, amit beléd szorult? Nincsen igazából, nincsen. Nekem a Taliról egy dolog jutott eszembe. Ez az adás, ami kikerül majd csütörtökön a 136. -dik. És wow. és ezt a múltkori podcast All Stars meetingen tudatosult bennem, hogy mondogatták, hogy ki hol jár. És gyerekek, nem akarlak Piedesztára emelni titeket meg magamat, de nem volt olyan podcaster csapat, aki, akinek ott több adása volt, mint nekünk. És, és, képzeljétek el, hogyha nem ecigiről beszélnénk, hanem valami sokkal mainstream-ebb dologról, mennyivel menőbb ö, hallgatottsági statisztikáink lennének. Ú, éreztem én, Csárli, hogy nem kellett volna ecigizni. A tájékozódási futás podcast sokkal jobb lett volna mégis. <laughs> Igen. Na szóval ö, a 136-ról az ugrott be, hogy már csak 14 és 150. Úgyhogy oda kell várnunk. 14-szer hetet kell aludnunk. Hát, illetve 13, mert a 14 -dik lesz a, a 150-dik. Igen, igen. Úgyhogy valahol április eleje, ha addig nem marad ki több adás, <coughs> illetve hát nem, biztos, hogy tolódni fog, mert karácsony miatt azért szerintem biztos tolni fogunk egy-két vagy két hetet hát legalább téltábornok biztonságos távolba vonul addigra. Igen, de remélem, és ezt lekopogom, hogy, hogy még május előtt, mert nekem május után egy hónap valamim lesz. Úgyhogy úgyhogy igen, kezd összeállni a fejünkben, hogy megint csinálunk valamit így hárman. Ö már mint hogy a podcast találkozó, még nem tudjuk se a helyet, se az időpontos, se semmit, csak tudjuk, hogy valamit kell szerveznünk, mert Igen, az úgy lesz... Nem akarok spoilerezni, de szinkron ugrani fogunk stratoszférából, és úgy fogunk megérkezni. és, és, és a Fifika a legkeményebb csávó, ő ezt mind bevállalta ernyő nélkül. Így van. Így van. Pohár víz. Csak ennyi, csak ennyi kérésem volt, hogy az én mégse keményre. Pohár víz. Ja, úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy azt majd kitapasztal, ki, kitaláljuk, kitapasztaljuk, hogy mi lenne a jó, de szerintem az utolsó kettő ilyen nagy podcast találkozó, vagy igen, podcast találkozóból induljunk ki, és az ott elkövetett hibáinkat próbáljuk meg ö, javítani, és ö, nem tudom annyit, de ez még semmi nem biztos, de adásban annyit talán elszpoilerezhetünk, hogy, hogy most nem a, nem a, az ingyen likvid osztogatásra és a, az ilyen olyan ajándék készülékekre fogjuk a hangsúlyt fektetni, hanem valóban a, a közösség építős dolgokra. Szerintem az lenne a, a, jó. De hát hárman vagyunk, egyszerű kétharmaddal bármit el tudunk dönteni. Így van. Ha meg nem, akkor jegyzőkönyvet hamisítok. Szavazategyenlőség hát szavazat egyenlőség nem fordulhat elő. <síns> Igen. <síns> ja, úgyhogy mindenki be fogja dobni a kalapba az ötletét, aztán hamarosan elkezdjük ezeket is majd így, így broadcastolni, hogy, hogy mi a túró lenne a jó. Ö, én már azon is gondolkoztam, hogy egy ilyen rócsót csinálhatnak, tudjátok, a rádióban volt, hogy egy ilyen üveg konténerbe mentek. Erre már kamionosaink is vannak, basszátok meg. Inkvi, hmm. Lackó Attila. Bocs. És így mennénk az úton, van 100 giganet a telefonomon, élő közvetítés, hello! Azért az menőség lenne. És egy ilyen Zalaegerszeg záhony podcast -tal. És nem lehet akkor azt mondani, hogy jaj, messze van Budapest. Igen, csatlakozz, mert Zalagérszegem. Jaj, messze van Zalagérszegem. Oké, okay, Záhonyban találkozunk. Össze kell még dobni az üzemanyagköltséget, de hát ez a legkevesebb. Úgyhogy tizen... Hívjunk egy kínai taxit. Az, az olcsó, így ennyi van. Abszolút. Majd letöltjük ezt a kínai Uber klónot hónapot, azt megnézzük, hogy van egy kívánok közelésben. Maradt még Jano, úgyhogy mehetünk taxizni. Ja. Jaj, egy, egy, egy jó uh, eszembe jutott. Még biztos, hogy nagyon sok adás lesz, amikor Kínáról eszembe jut valami. Azt uh, nem hiszitek -e, hogy minden kínai pénzen Mao Zedong van ugyanazzal a képpel? Igen. Tehát tök mindegy, milyen címleted van, 10, 20, 50, 100 jön. Mindegyikkel ma utcátunk van, csak a színük más. Fifika, ez, ez, egy ilyen tökre unalmas... Szörnyen izgalmas élete lehet a Igen. kínai bonki egy tervező grafikusoknak. <síns> ez, a, ez, a, ez a, legszarabb része volt a dolognak, inkább azt meséldel el Mujónak, mikor be akartál kőkemény 20 dollárt váltani. Ó, tehát olyan challenge voltak. De az, de egyszerűen nem lehet nyilván mindent elmesélni, de Shanghai-ba bementünk a, és szó szerint ez egy takarékszövetkezett bankja volt Shanghai-ba És bementünk pénzt váltani. De hogy miért oda, azt ne kérdezzétek, meg. Egyszerűen azt gondoltuk, hogy egy hivatal, tehát nem ilyen utcai pénz, bemegyünk egy bankba. És ez egy takarékszövetkezett volt sorszámot, tehát már, már, amikor bementünk, gyanús volt, hogy kurvára néznek rá. Ezek mi mit keresnek itt oda, ezzel az arc kifejezéssel? Sorszámot téptünk, leültünk, teljesen ugyanaz a feeling, mint egy uh, hazai bankba. Egyetlen egy uh, érdekesség volt, hogy a pénzautomatákon volt uh, új lenyomat olvasó. Ne kérdezzétek meg, hogy mire való, de volt. Hm. És várunk, 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 ósóra kerülünk, oké, odaérünk, és lefénymásolják a személyigazó, vagy a izédet, az útleveledet, ki kell tölteni egy lakcímkártyát, hogy melyik szállodába laksz, stb. stb. Na, túl vagyunk ezeken a, a marhaságokon, és nem tudom én, volt nálam 420 dollár, amerikai dollár, amit át akartam váltani yuanra. És így leszámolja a cső és a 20 dollárosnál megáll. És így elkezdi simogatni egy ponton, meg így nézegetni. És tudod, átkiabál a túls, ácsú, csó, csó, csó. Oda megy a másik nő, az is elkezdi simogatni. Baz meg, mi lesz itt, érted? hívnak egy harmadikat, az is elkezdi nézeget. Csícs. Mondom, baz meg, hát ezt nem hiszem el, hogy Magyarországon hivatalos helyen váltott 20 dollárosom, Három kínai picsa el fogja dönteni, hogy ez nem jó. Érted? Innen elvisznek, mert hamis a 20 dollárosom szerintük. Tehát, hogy nem volt egy, egy, egy UV lámpa, egy bármi, amiben betették volna, ott öcsém helyben döntöttek arról, hogy ez a 20 dolláros most jó vagy nem jó. És amikor írod alá a, a bizonylatot, hogy, hogy átvetted a, a, pénzt, amit fizettek, akkor a csaj így fölmutat, fölnézek, és ott van kettő darab webkamera, és mondta, hogy oké. Okay. És közben még le is fényképeztek. Érted? Tehát Mi? Valami, valami elképesztő, hogy, hogy tehát ott olyan, hogy személyiségi jog, meg megkérdeznek, hogy szerinted. Mondom, új, mondom, az jön most, hogy új lenyomatot vesznek, érted? A, és, és, és folyamatosan simogatta ezt a kibaszott 20 dollárost, mondom, én komolyan mondom, sírva fakadok, hogyha valami probléma lesz, és nem tudom én le kell ül, ülnöm a 20 dollárt, vagy, vagy... Ez eszméletlen. Ez de bizarr. Nagyon. Nagy, tehát, és voltak még ilyen sztorik, majd nyilván menet közben egyszer-kétszer be fognak villanni, de, de elképesztő volt. Ugyanez van egyébként a Reptéren is. Tehát ott is két webkamera föl, amikor kilépsz. Két webkamera, lefényképeznek, mindent lefénymásolnak, minden, hát nyilván az útleveledet tudják. Úgyhogy na, érdekes. Érdekes. Ennyi. Oksa akkor egy 37 környékén meghúzzuk a határvonalat? Rekesszük. Jó. Rekesszük be, És ígérjük meg, hogy pláne te gondolkozó, hogy mit hagytál ki a, az úti beszámolódból, és ha valami kimaradt, azt föl fogod írni a show mert azért érdekes a téma, nem, nem az a kiugrok pozsonyba inni egy sört távolság. És ha van yes. képed, azt mindenféleképpen egyet-kettőt jó lenne, ha tolnál, hogy érdekesebb és színesebbé tudjuk tenni a sónot ezt. Oksa. Jó van, fiú. Akkor én köszönöm, hogy két hét után Ujra, valami az újra, eszembe jutott. Valami, csapat, valami, valami eszembe jutott még, amit elfelejtettem elindult a csomag. É, yes. Éronék elmentek síjelni kicsit, juta államba, meg is néztem, ó, milyen közel leszel hozzám jövőre, ha ott leszel. Na, de nem is ez a lényeg, hanem elindult a csomag, beleraktam a, úgyse érti, mert nem tud magyarul, beleraktam a fotókönyvet, beleraktam a lenyúlt passza helyett, egy paszt, ö, nyakpántal, két karszalagot, ö, beleraktam azt a tobakó magazint, amiben benne van a cikke, a fotónkkal, ö, beleraktam neki pólókat, 3 xl méretben, Angry Vapor pólókat, ö, és elindult a csomag úgy, hogy a USPS szerint, mert ő fogja kiszállítani, már nézem is, hogy hogy mi a túró a státusza, de úgy láttam, hogy már elhagyta Magyarországot. Be van sózva egyébként, jobban várja, ugye, mint ahogy mondtam, mint a Mikulást, a gyerekek, de, de mondja már el, hogy mi van. Hát mondom, Éron, az nem lenne túl elegáns. Hát én csak annyit javasolok, Éron, hogy lehetőleg esetleg az ABL-en egy videó, live videó keretében bonst ki, szerintem. Unboxing videó. Igen, Unboxing, igen, 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 igen. 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 Úgyhogy az egyik csomaggal ez van, a másik csomag nem titok, Blackinek küldtük, és az egy picit nagyobb lett, nem akarom elspoilerezni, hogy mitől lett nagyobb, de majdnem 80 centi a doboz, és higgyétek el, nem a tartalma... Hát az oldal a szalonna. Kettő belőle van. Ha a véres az alja, az azért van, mert a fél disznó, hogy félbevágtuk, és így beleborítottam a dobozban, attól lett véres. Nem, de tényleg a legnagyobb challenge az nem az volt, hogy mit rakjunk bele, hanem hogy mi berakjuk bele, mert ilyen méretű doboz egyszerűen nem kapható. 70 centibe nem fért bele, 78-tól fölfele néztem, és, és így is még faragni kellett a dobozt alacsonyabbra, mert túlméretes volt. Arról, hogy a magyar postában basszátok meg, milyen antitalentumok ülnek, az egyik nap fölveszik EMS-re, a másik nap sima postával akarom töltsem ki a, ezt az ajánlott szervényt, kitöltöm itthon, hogy ne ott kelljen a sorban állásnál. A nő azt mondja, ezt nem tudom levélként föladni, és tudod, így nézek rá, hogy hölgyem, ez egy 80 x 45 x 40-es doboz. Tehát én nem is vártam, hogy levélként Csomag. adjuk föl. Csomag. Csomag, bazd Csomag. meg. Csomag. <laughs> azt nem lehet ilyen akkor akkor mondom, segítek esetleg elme, hogy mi az a e, posta plusz, vagy mi a faszom. Igen, végül is úgy is lett. Jó, akkor töltsük ki. Itt a papír, töltsem ki, kitöltöttem. Ö, mondom, amiket ott beixeltem, azokat szeretném. Ha mire gondoltam? Hát mondom, mi van beixelve? Priority. Priority. Oké. Okay. Pipa. Ö, postai lezárás. Figyelj, elnézést, ja már ott is probléma volt, hogy ezt a posta pluszt vagy mi a faszomat ő még nem csinált, de, de egy ilyen over-50-es nőt képzeljetek el. Akkor ezt megkérdezte Gizikétő, hogy mit kell kitölteni. Aztán odajött, hogy gizike, gizike! Ez a, ez a postai lezárás, ez hogy működik? Ha bazz mondom. Le van írva a weboldalukon egyébként, hogy pertlivel átkötik, és nekem alá kell írni, és leplombálják ki. Ja, 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 ja. Azt jaj. nem lehet. Hát, mondom, dehogy nem lehet. Hát levelet nem plombálunk le, ezt lefogjuk. Jó, jó, akkor. Következő. Lezártuk, aláírtam. Kész vagyunk. Hát mondom, már má deklaráljuk a kész vagyunk fogalmát, tehát. Rajta van ez a cetli, tudod, ami olyan, hogy így négy réteg van egymáson, amit te fölül írsz, az ilyen önindigóssal átmegy, abból egy ja. példányt kapsz. Mondom, egy, egy példányt se kaptam, kettő, a maradék nincs föl, fölragasztva a dobozra, tehát így azért úgy szeretném megvárni, hogy legalább rákerül a dobozra ez a papír, hogy hogy elindul innen és és rajta van a. Ja, ja, hát ha gondolom ráragasztja, igen, gondolom bazd meg. Hát go... 13 ezer forint a posta, gondolom bazd meg, hogy ragaszt rá, igen. Ja, mert az is egy challenge volt. Hát én tudományosan kiszámoltam az ő kalkulátorukkal, 13.798, oda megyünk, 12.400. Hát mondom, ez nem ennyi, mit lehet még beixelni. -elni? Ne, ha minden. Ja, jó, hát mondom végül is, ha mindent, akkor jó van, nem ennyi jött ki a weboldalon, úgyhogy kilóra minden szírszarra lemértem. De hogy ez 5,40 tudom mennyi, lemértem otthon, hidd el, hidd el, vas, meg. Át, szóval, posta, és akkor mögöttem a áll mögöttem a nő, azt mondja, mondom, elnézést kérek, hölgyem. Nem, az semmi gond, most már értem, tegnap a férjem volt a postán, nem értettem, hogy egy ajánlott levéllel miért másfél óráig állt sorba. Azt most értettem meg ebbe a pillanatba. Hát mondom, tényleg ez kabaré, kabaré. Nekem is van postás sztorim. Postásnak álltál? Nem, esély. Nem, ö, ugye múlt hét pénteken mentem az alkotmánybírósági levélért, mert meg volt az értesítőm, és ö, keleti postán kellett fölvennem, és ballagok oda nagy vidámon, illetve nagy izgalommal tele, hogy vajon mit ír az alkotmánybíróság, mert írhattak volna rosszat is nem pedig jót, úgyhogy nagyon izgultam, hogy, hogy, mi, lesz az első feedback az alkotmánybíróságról, és áll három biztonsági ember a keleti posta főbejárata előtt, nagy vidáman beszélgetnek. Megyek közelebb, és akkor így elém állnak. Nincs posta. Hát mondom, hogy hogy nincs posta. Az egész országban nincs posta, valami technikai hiba van. Mondom, igen, akkor most mégis mit csináljak? Hát majd holnap lesz posta. Mondom, és értesítővel fölvenni, vagy, vagy valami, ha már elgyalog. Jó, az van! <laughs> Ha nem kérdezem, mert külön sose tudom meg, de oda kell menni a szélére, és akkor egy ilyen mellék bejárat előtt csoportosult egy kis tömeg, és ott egyesével kérték el az értesítőket, és azokat kiszolgálták, de hogy föladni semmit nem lehetett. És akkor ott nyilván rohad hideg volt, úgyhogy egy olyan 20 percet áldogáltam ott a hidegben, mire nagy nehezen megkaptam, de hát ez is egészen bizarr volt, tehát így egy normális információ, hogy mi van, mi nincs, miért van, mi nincs, nem, hát tényleg három kedélyes biztonsági ember küldözget el mindenkit annyival. hogy nincs posta, az egész országban nincs, <laughs> mi van. <laughs> Így. Ez nem volt annyira érdekes, mint a Charlie postai káváriája. De, de... de ez is érdekes volt, hogy hát, tudod, hogy kik a legnagyobb burak a világon. A portás, meg a takarítónő. A azért, mert ha bemegy a szerverterembe, és ő ott fölmos, akkor általában legalább egy pecskábet mindig kitép. Igen, igen. Akkor zárjuk ezt a podcastot örökérvényű Moldova sztoriával, amikor a gyárigazgató éjszaka bemegy a gyárba. És ugye, azt látja, hogy alszik a portás. Fölébreszti Józsi bácsi. Hát maga alszik éjszakát, maga a portás. Azt mondja, tudom. Szóval volt maga katona, ha voltam hát. Azt mit mondtak, mikor éjszaka aludt? Hát csak annyit, hogy alszunk, alszunk, tábornok úr. Ja. Na. Ja, és a legfontosabb, amit Éron raktunk. Mújó és Charlie által dedikált apró tízer pár sorban hogy mennyire epic cuccokat kapott a srác, és ezt is beraktuk a tetejére. Ilyet. Ez volt a legjobb része a dolognak, mert ugye ö, rohanásban fi, ö, FIFIKA, Mujó megírta, átküldte, kinyomtattam, úgy, de mondom, az lenne a valóban epic, ha alá is írnánk, úgyhogy dobozvásárlás, másik dobozvásárlás, Mujó, harmadik doboz, haza, bepakolni, és úgy. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog rá mondani. Én is. Ja, majd azt mondja, hogy mi ez a szar? Azt mondja, hogy küld vissza, bazd meg! Na jó van, már egy és három háromnegyed óra után vagyunk, úgyhogy tényleg mondjuk azt, hogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, találkozunk jövő héten, sziasztok! Egy élmény volt megint, sziasztok! Köszi, sziasztok!